Véleménye a Schuster's az a németből jön, ami cipész jelent. Cipész csizmadi az tényleg valamikor külön két szakma volt. A csizmadiasság az régebbi. Erre a cipőre sarkat fogunk, nem is sarkat, hanem flekket fogunk tenni, járóflekket. Mert el van. Általában a lábedinek a sarok része kopik a legjobb. És a késő felé. A késő felé általában. Olasz anyagok nagyobb végzik. Főleg azért járó felületre. Ez egy kekeny ragasztóval, mert és utána majd szeggel is odafogassuk. Általában az ember mindig úgy csinálja, hogy kiválogassa a munkákat, az egyforma munkákat egy időben csinálja, mert így hogy mondjam, fel lehet gyorsítani a munkaritmust. Ez a helyzet, a mostani ragasztók elég jók. Nem olyan erős sürgős? Jövő héten úgy megfelelne. Megfelel, persze. Hétfőre tessék jönni, fel is jegyzem, ő fog éppen jönni. Én jövök, persze. Neked szatyrot használok, aztán le. Kötény annak van, hogy lássen hordozgatni dolgokat benne. Feleségem, itt én vagyok a főnök, de otthon ő. Úgy van megosztva. Most kerülnek fel a polcra. Mindent, ami egyszer lehet, meg tudok csinálni. Az új cipőket is varrok, táskajavítástól, kabát, zipzároknak a cserélésén, hokikesztyűs, minden, ami jó, ami egyszer olyan, hogy meg lehet csinálni, és készítek hagyományos csizmákat, ezért ráncúsi, maszáru csizmákat, karaktercipőket, női férfibe, általában népművészet egy vonalon. És néha szoktam ortopéd cipőket. Azok ilyen beteg lábakra valók, ami nagyon időigényes, hosszadalmas. Sajnálom sokszor az embereket, azért is vállalom, mert majdnem nincs az a pénz, amit meg lehetne fizetni. Van a körbevarrás, a teniszcipő? Igen, a szandál és a táska. Ez ő? Igen. Ez? Szandál, az milyen szandál? Az a fekete, igen, feketes horgolt elő. És akkor ez? Ennek volt-e mondva valami? Nem. Ez 20 lej lesz, igen. És
három lejön. Csak, és az nem kérdez is. Áhoztuk ezt a csizmát, hogy nézze meg akkor, hogy mit lehet csinálni neki. Ezt tudjuk megoldani, hogy a belső fóttal, itt fog látszódni egy varrás. Rendes kézkrém, a testápoló, ami kidobandó. Azzal is be lehet jó kenni, igen. Mert nem kell kenyére kenni, hanem ide lehet jó rátenni, mert megpújtja. Sikerült? Azt hiszem, hogy sikerült. És közben a társa is lebetegedett. Igen, nem van közben, hanem már le volt. Le volt, csak nem. Csak ennek az a baja, hogy sáros, és nem volt időm megmosni. Elvitték, megpucoljuk meg. Ez így van megcsinálva, hogy belül tettem egy bélést, igen, és akkor kívülről még mellé tettem ezt a... Hát ez hogy hívják? Ez egészen... Ez viharvert erősebb. Mikorra tetszik akarni? Én nem akarok semmit, de jó. Ön minél hamarabb megcsinálja. Csütörtök. Magán. Csütörtök az nekem tökéletesen megfelel. Nagyon köszönöm. Szívesen, erőt egészséget. Erőt egészséget, köszönjük. Az ősz, ami nekünk nagyon jó, és a tavasz. Amikor a télnek vége van, meg akkor vártnak az emberek. Kiszavódik minta szerint a felső rész, akkor össze kell állítani, vannak fázisok, hogy közben összeállítod, akkor varsz egy kicsit, akkor megint. Megvan a felső rész, az egy olyan, mondhatni egy olyan 30-35%-a, úgyhogy ki kell alakítani a talbélést, a kérget, az orrkeménységet, ezeket nyilván le kell tenni a felső részbe, és akkor történik a fára húzás. Ha méretre készül a cipő, akkor a kaptafát azt ki kell alakítani arra a méretre, amilyen a kuncsaknak a lába. Ez egy vászon anyag, ami megváltolja a bőrnek a nyúlását. És akkor ez egy ilyen visszahajtási folyamat, amit mi felénk úgy mondják, hogy bukkolás. Az a fej része volt, és ez a hátsó fele, a szár része a női karaktércipőnek. Hát az egyik legjobb cipőnek a bornyobőr. Régen még mondták neki box. Itt mifelénk azt használják, mert az ilyen kecske, disznó, azok gyengébb minőségűek. Például disznóból csak házi papucsokat készítnek. Jó napot kívánok! Itt egy kicsit megbomlott nem neka. Jó,
Jó. Mikor? Amikorra kellene ez? Nekem elér a héten. Rendező vagy gumiragasztót használunk a felső résznek az összeállításához. Ez a felső résznek a bélése, amiből ki kell vágnunk egy darabot, ami majd ide a spangli alá kell beillesz. Ez egy ilyen spórlás véget van, hogy ne menjen kárba az a csíkbőr. Igen. Tessék mondani. Csompa doktor úr küldte. Készülhet a cipője, meg lesz az összárgom a másik. Jó. Valamit mondott el, mit kellene csinálni. Talpáról úgy látom, mutattam az bombát. Jó, hát a jövő hétre megcsinálom. Jó. Viszontlátásra. Nekem egyik dédapám csizmadia volt, és egyik tanítványa tanította a mesteremet, úgyhogy családfa az olyan, hogy öröklődött a dédapámnak a mesterségét örököltem ebből a szempontból. Sokszor azért van az, hogy a cipők sértik az embereket, mert ezek a kalapálások néha hiányoznak, valahogy valamilyen okból. Az egy erősítést ad neki, itt a hátsó sarkánál, mivel van ez a varrás. Elkészülni egy cipő, 2x8 órára van szükségem, 2 napra. Ide jön még egy talbélésre, nem direkt a kaptára jön. És akkor így körbe szegek jönnek. Én még ragaszgattam. Jó, mondja meg, hogy mennyire. Kíváncsi mennyi leszek, hogy aztán mi az, amit tart. Mi ötlány. Ötlány. Jó. Az egyiket egészen levettem, és a másikot újra ragasztottam, hogyha véletlenül huncutkodik, akkor tessék visszahozni. Jó, nem hozzuk vissza. Nem kell eldobni azért, hogyha... Szeretnénk... Nyáron most már, idén már. Hát, hogyha nem megy Olaszországba. Kicsit véletlenül. Viszontlátásra.